A Szent Imre Katolikus Általános Iskolában megfelelő tárgyi feltételek vannak ahhoz, hogy a gyermekek tanórákon és tanórán kívül is sportoljanak. Az utóbbi időben több olyan versenyen is részt vettek, ahol szép eredményeket értek el a diákok. A most következő beszélgetésben Csontos Kálmán és Kocka József testnevelő tanárokat és a fiatalokat kérdeztük meg az elért eredményekről. Kedves nézőink, a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában állunk, ahol igen kemény sportmunka folyik, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint azok a sikerek, amiket a közelmúltban tudhat magáénak az iskola. Mellettem áll a két testnevelő, Csontos Kálmán és Kocka József, akik elérték ezeket a sikereket, és természetesen a főszereplők a gyerekek. Kálmán, hozzád fordulok először, évtizedek óta mondhatjuk azt, hogy a szíveden viseled a torna sportot és ennek a rejtelmeit, viszont azt láthatjuk, hogy mostanában igen elhal ez a sport. Miért itt a környéken? Sajnos országos szinten elmondható, hogy egyre kevesebben foglalkoznak tornával. Az az igazság, hogy nagyon sok munkát, kitartást, türelmet igényel, és erre már mind a mai gyerekek, mind pedig a testnevelők kevésbé ugranak. Tulajdonképpen nagyon sokat kell dolgozni azért, hogy tornázos legyen a testtartásuk, vasart legyen a mozgás. Rengeteget kellene gyakorolni, mi heti kettőt edzünk, de úgy néz ki, hogy ez is nagyon-nagyon kevés. Mire volt elég ez a heti két edzés, és ezek a tehetséges gyerekek most? Mint említetted, évtizedek óta foglalkozunk tornával, többször voltunk az országos döntőben, és nagyon szép sikereket értünk el elsősorban fiúkkal. Most is, mint minden évben lányokkal, fiúkkal foglalkozunk, a fiúk voltak most eredményesebbek, és tovább jutottunk az országos döntőbe. Hol volt a selejtező a területi verseny? A területi, országos területi verseny Debrecenben volt, ahol Kelet-Magyarország 5 megyéjéből voltak a legjobb csapatok. Mi negyedikek lettünk, de tovább jutottunk az országos döntőbe. És hát itt áll a sikeres csapat, a győztes csapat. Szeretném, hogyha egyenként bemutatkoznátok. Én Kotta Milán vagyok. Tóth Sándor Márk. Vajon Dániel. Szabó Bence. Csuki Gergő. Krausz István. Hát gratulálok nektek az elért sikerekhez. Szeretném, hogyha elmondanátok a tévénézőinek, hogy milyen gyakorlatokat kellett csinálni, miből állt a verseny. Tigris bukfenc, tarkónállás, előre bukfenc, hátra bukfenc, lebegőállás. Gondolom ezek voltak a talajgyakorlat elemei, és mit kellett még csinálni? Szekrényugrás. Melyiket szeretitek jobban, gyerekek? A szekrényugrást vagy a talajgyakorlatokat? Talajgyakorlat. Szekrényugrás. Szekrényugrás. Azt elmondjuk a nézőknek, hogy ők még csak első és második osztályos fiúk. Mikor kezdték? Első osztályban mindenki elkezdte, vagy volt, aki időközben csatlakozott? Igen, nagy része elkezdte első osztályban. Volt, aki időközben kezdte. Még nagyon sok út áll előttük, mire 8-osok lesznek, addig még lesz időnk gyakorolni. Tudsz számadatot mondani, hogy körülbelül hányan tornáznak itt a Szent Imre Katolikus Általános Iskolában? Körülbelül 50 gyerek tornázik, ennek nagy része lány, a fiúk kevesebben vannak. A lányok nagyon szorgalmasan járnak, viszont nagyon-nagyon erős a mezőny, és éppen ezért ilyen szép sikereket ők nem tudnak elérni. Mire számítasz az országos döntőben? Gondolom, hogy ez nagyon komoly próbatétel a gyerekeknek. Ilyen egy tisztes helytállásba, természetesen úgy megyünk el a 12-es országos döntőbe, hogy utolsók ne legyünk. Szerintem a mezőny második felébe fogunk végezni, ez szinte biztos. Hát sok sikert kívánok nektek, és a fiúknak pedig kitartást ehhez a nagyon szép sporthoz. És már is fordulok ide egy másik sportág képviselőihez, Kocka József tanár úr és a kézilabdások képviselői állnak itt mellettünk. Milyen eredményekkel büszkélkedhettek? Hát azt, hogy mondjam először is, hogy 6 évvel ezelőtt kezdtük el a kézilabdát ebben az iskolában. 10-15 gyerek volt, aki elkezdte, ezt ma 70-en vagyunk. 30 alsós és 40 felsős gyerekem van. Tulajdonképpen a Diáksport olimpián veszünk részt. 3 évvel ezelőtt kezdtük el. Legnagyobb eredményünk az tavaly volt, amikor megyei döntőbe jutottunk, és ott 4. helyezést szereztünk. És mi a helyzet most? Ezt elmondják a gyerekek. Hogy szerepeltek a fiúk? Mutatkozzatok be mindenek előtt. Fehér Balázs vagyok. Hogy szerepeltetek most a Diák Olimpia selejtezőjén? Most a körzeti selejtezőben első helyezést értünk el, és a neheze az még most fár ránk. És a lányok hogy szerepeltek? Mutatkozz be te is. Madarász Kitti vagyok, és most a körzeti selejtezőben második helyezést értünk el. Hány éve kézilabdáztok? 6 éve. Hány edzésetek van hetente?
ha van erőnk, akkor két edzés, de ha nincs, akkor csak egy. Na, ez hogy működik, hogyha van erejük, azt mondják, akkor ez ilyen fakultatív? Van kedvem, nincs kedvem? Nem egészen, tehát egy másfél órás edzésünk van a sportcsarnokban, az tulajdonképpen kötelező, de a gyerekek kérték, hogy legyen már még egy dobóedzésünk, és a szerdán nekik hajnalban, meg nekem is tulajdonképpen, hát 7 órától 3-4-8-ig, és ez a fakultatív, de elég sokan szoktunk ezen is részt venni. De ez mutatja a gyerekek lelkesedését, a lelkesedésnek az eredménye pedig íme itt van. Hány éves korban kezdik a gyerekek a kézilabdát itt az iskolátokban? A harmadik osztályban kezdjük el, és hát egészen 8. osztályig folyik. Szívfájdalmunk egy kicsit, hogy itt a környéken nincsen középiskolai kézilabda, mert nagyon sokan szeretnének közülük továbbra is ezzel a sporttal foglalkozni. Reméljük, hogy majd ez is változik a következőkben. Mikor lesz a megyei döntő? Megyei elődöntő először, hát ez már a jövő héten, és hát onnan szeretnénk tovább jutni, úgy, mint hogy tavaly is, de ha nem sikerül, akkor sem fogunk sírni. Hát bízunk benne, hogy sikerül, legyünk nagyon optimisták, gratulálok az elért eredményekhez, és sok sikert kívánok a továbbiakhoz.